utolsó hashtag bocskorja. Azért azt elmondom előzetesben, hogy természetesen folytatjuk jövőre. Ez a szilveszteri adásunk, és ebben az adásban itt van velünk Szandi! Kabát Peti! Gangsta Zoli! Gombóvári István! Gombi! Igyekszünk! Zoda Zolinál mit műveltek a nők? Zoli! Igen, igen, Zoli, én. Ugye? Előtte szétosztottuk az Erzsébet utalványokat. Jó helyre ment! Igen, megmondom, Zoli, őszintén, csinos vagy. De ez kölcsönösen ment de a bókik. Én nem vagyok olyan. Megadom a számomra végül. Amikor Szandi kilépett az öltözőben ezzel a párduc mintás, hogy wow, ilyet sem. Zoli megjelent a lila, Peti milyen jól, bocsi milyen Peti, jól nézek. És fizetni szeretnék. Gombi, te. Nálam csak vették elő a kártyájukat, kérdezték, hogy érintőse. Nekem ennyi. Szóval ebben a szilveszteri külön kiadásban nekem így írta a szerkező, a legforróbb témákkal fogunk foglalkozni 2020-ból, mint például a kabala helyzet. Még egyszer? Ugye? Kabala helyzet. Az nagyon forró. Akkor a lakásárak, de hát azzal is például, hogy mit hoz majd 2020, egy picit jósolni is fogunk. Na, szerintem tényleg ilyen bemelegítéskép, egy picit beszéljünk a kabala helyzetről. Tudom, Zoli, nem tudom még mi az, de... Ugye azt mindenki tudja, hogy valamilyen esemény népszerűsítésére általában kitalálnak valami kabala figurát, és akkor az baromi népszerű, azt még lehet venni boltokban is, meg minden, és az valahogy az ember köti ez az eseményhez. És valahogy ez a kabala dolog nekünk, főleg a vizes sportágaknál, hát nem nagyon szokott jól sikerülni. Emlékeztek még a Bulldogra, vagy Boldogra. Mi volt? Gyárfás Tamás is, igen, de mindjárt azt is megmutatjuk. És akkor most volt egy napig tulajdonképpen élő vagy túlélő kabala figura, egy életnagyságú tangabugyis vízipók. És ez a januári nem vízilabda... És miért halt meg? Milyen meglátod? Ez a januári vízilabda Európa bajnokság kabala figurája. Nézzük meg. Ő az. Megvettem! De ez van, amikor a farzsebedbe hagysz egy doboz turbórágot, és belefingasz. Hát van ez a, tudod, a vízipóknak van az senki a nem buborék a víz alatt, ami emlékszel a rajzfilmre. Hát amikor pukizik, és kijön a buborék. Senki nem látta a mesét, tényleg nem? Azért nézzük meg, hogy négy lába van. Azt tehát... akarom, hogy még két lába van hátul, nem? Mi? Két lába van hátul. Az nem a lába. Olyan, amikor életre kell az aranyér. Igen. Vagy az aranyére, igen. Kicsit kívül szóval még egyszer mondom, ez a vízilabda Európa bajnokságnak a kabala figurája. Nagyon jó. De nagyon aranyosak voltak, mert beismerték. Magas vérnyomás ellen vízilabda, mert igen. Jó. Hozzáteszem, hogy... Mi a feje? Ez az első olyan félre sikerült kabara figura, amelyre nagyon jól reagált egyébként a vízilabda szövetség. Azt mondták, hogy azt írták egy Facebook... Egy Facebook közleményben, hogy nincs mit szépíteni, ezt elrontottuk. A kis vízipók... De miért? Várjál, Zoli! A kis vízipókot szeretjük, szeretitek, a nagyot újra tervezzük. Egyúttal várjuk a józan és halucinogéneket nélkülöző tudó bábtervezők jelentkezését. Egyébként nagyon aranyosan szépen megmagyaráztak, de annál az lett volna jobb, ha nem b***ák el. Emlékezzük egy picit vissza, aztán tényleg ez csak egy bemelegítő téma. Ez volt Boldog. De itt ki a kabala figura? Ez jó kérdés. Kóbor János beellensdézve. Nagy a pupillája, nem? Akkor... Ünneplés után... Water Willy és Water Lily. Azt egyet kérdezek, miért van mindkettőnek szakála? A Lilinek is szakállam. Zoli, ezzel az volt a baj, hogy ugye ez egy nemzetközi verseny volt, és a Willy az fütyit jelent angolul többek között. Tehát Lalira, át kellett változtatni Lalira. Tehát... Miért nem Dickre? Dickre. Dick. Aztán picit elugrunk a vízi sportoktól, jöjjön a MÁV kabalája. De ezek mind a mieink? Igen, ez mind a mieink. Trackman a vágányért. Tomi bajusza. Na, ez a MÁV kabala figurája, Trackman. Kegyetlen jó. De ezzel mi a baj? Férfias, kigyúrt, mutatja, hogy arra megy a vonat. És van valami. És olyan magyaros az a bajusza. Hungarikum bajusz. Azt hittem, hogy nyitva van a szája, és hiányos nem, a Nem, az bajusz. Miért nem hoztad el, miért nem hozol szemüveget egy ilyen műsorra? Na, akkor jöjjön a Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál.
Jaj, de aranyos! Igen, ez egy tojás? Ez egy tojás és csirke. Strucz tojássági fesztivál, tehát akik éppen most bújtak ki a tojásból, értelek. És még olyan kis picikén. Most próbál rájönni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. És az az úr, hogy kijön bele egy kéz oldalt, hogy végképp összezavarja. Kiinteget a szárnya alól. Utolsóként megmutatom nektek Kazincz Barcika kabala figuráját. Jaj! Ez a gólem! Ez a gólem a gyűrűk urában! Jaj, de tényleg! Drága szágom! Drága szágom! Nézd, ahogy nézd! Rendesen ijesztően nézd! Drága szágom! Kazincz Barcika! Tényleg ilyen kabala figurákban a baromi nagyon is jó. Ilyen kabalákban az a jó, hogy igazából finge nincs senkinek arról, hogy mi lehetett az esemény. Mert hogy ezek maradnak csak meg, ezek a figurák. Hát amennyiben megmaradt, hát ilyen szörnyűséget. A boldogot tudod? Is kicserélték most, ez a vízipók is megy a kukába, tehát én nem tudom, tehát valahol itt ezzel nagyon nagy baj van. De milyen nagyon fontos? De milyennek kellett... kell lennie egy ilyen? Cukinak, aranyosnak, és kapcsolódjon a tematikához. De az a kis tanga ugye olyan kis cuki volt. Éppen melyikről beszélsz? A mávos? A mávos volt a legjobb. Igen, a mávos volt a legjobb. Na. Az év hírei között abszolút dobogós, hogy itt Magyarországon nagyon mennek fel a lakásárak. És mi, majd mindjárt megmutatjuk, hogy mire gondolok, találtunk 11 millióért egy ékszer dobozt, egy alkalmi vételt. És először, még mielőtt megmutatnám, tőletek megkérdezem, hogyha lenne 11 millió forintotok, akkor milyen lakást kapnál érte Budapesten? Gondolkozzatok, hogy melyik kerületben gondolkoztok? Tizedik. Mi? Tizedik. Tizedik kerületben. Milyen lakást képzelsz 11 millió forintért? Akár négyzetméterre, hát kerületre. Annyi, nincs teteje. 11 millióért nem adnak lakást. Én az első lakásomat 99-ben vettem Kőbányán, én 1900? Ott nőttem föl. 1999-ben. És tudod mennyiért vettem? 3.400.000, ráköltöttem 600.000, és patika lett a lakás. Wow. 4 millió volt. Nyitottál gyógyszertárt. Nagyon jó lett. Jó, patika lett. Volt egy kis ablak. Igen, tessék, parancsolj! Nem, 4 millióból tényleg abban az időben nagyon jól nézett ki. Fehér szőnyeg volt lent. Akkor na, még 11 millió, én még garázsosat tudok a csatornába. Tehát hogy ennyire, nem lehet azért kapni valahol egy külkerületben egy jó panellakást? Nem, szerintem nem. Nem, már semmit, semmi nincsen 11 év? A környéken nagyon dzsubás lukat. Aha, na, szóljatok, felolvasnám a következő hirdetést, utána mutatom hozzá a képeket. Leendő mini garzon a Keletinél. 11 milla. Eladóvá vált egy 12 négyzetméteres felújítandó földszinti lakás. Mekkora az? Mint a szőnyeg. Az 4x3. Mint a szőnyeg. Nem. Amely akár dupla galéria kialakítására is alkalmas lehet, hiszen 450 cm a belmagassága. Mennyi? Lift? 450 cm a belmagassága. 4,5. Az ajtó... a liftet. Figyeljetek. Az ajtón belépve az előszobában, szobában találjuk magunkat, jobbra található a lakás ablaka, ami a belső udvarra néz. Balra pedig a vizes blokkba, a leendő fürdőbe léphetünk. Elsősorban azoknak ajánlom, akik biztos helyen akarják tudni a pénzüket, akár családjuknak, akár befektetésnek tudják elképzelni ezt a gyönyörűséget. Na, be tudnád mutatni? Szeretnéd már látni? Fényképet, ha láthatnék róla... Tessék, a leírást azt nagyjából tudjátok, tehát így néz ki a lakás. Egy jó kis ingatlanos megy a mappával. Ez az. Hol az ajtó? Isten. Ott van a... Jézusom. Szembe az az ajtó? Jézusom, gyönyörű. Antik, a múzeum. Várjál, mit mondtam én? Belváros? Batik volt lakás. Belváros, dzsuvás luk? Na ez az. Ez egy dzsuvás luk. Szobák száma, tökörű út. Nézzük a további képeket? Tényleg, hány szobás? Nézd meg, ez a leendő vizes blokk. Igen. De király, frissen festve. De várjál, bocs, és itt lakott. Csodálatos. Hát most, hogy ez a tévészoba. És akkor ott a galériát képzeljétek el ott fölött, a galéria. Így van, nézd, tehát galéria. Tehát akár lehet, hogy a WC-t oda rakod az emeletre. Mutassuk meg a konditermet is mutassuk meg. Tényleg húzóckodó is van. Igen, hát az mondjuk nagyon le kell ugorni a húzóckodó. Nagyjából ennyi, tehát 11 millióért ezt kapod ma, és hát ennek megy fel az értéke, tehát érdemes odafigyelni erre. Tegyük fel, itt kell élnetek, hogyan kezdenétek hozzá a felújításhoz? Te mondtad, hogy 600 ezerből te csodálkoztál. Ez egy folyosó, hát egy fél szoba, hát ez kuka. Én szólnék a férjemnek. Hogy? Csinálja meg. Ennyi. Én 450 a belmagasság. Szólnál a férjednek, hogy vettél egy baró lakást? Kipöcköltem 11 milliót, kipruszköltem, de nagyon jó. Meglátod, hogy megérte. Ide egy tisztasági festés kell, de az tégláig.
Én otthon érezném magam, mint nálam, csak az enyémek kicsit nagyobb, de ugyanilyen. Hát ezért mondja, hogy galériázhatat. 450 centi belmagassága szerintem mit itt a plafon? Gyerekek, hát a végtelen lehetőségek tárháza, egy ilyen kéró. Peti már elmesélte, hogy mi volt az első lakása. Nektek mi volt az első lakásotok, amikor a szülőktől elköltöztetek? Szandi, tudom. Én oda költöztem a Csabihoz. 58 évvel ezelőtt. A Békásmegyő. Ezért jól tartom magam. Nagyon, nagyon jól tartod magad. Ember egy idő után megnyugszik, igen. De te mikor nem nyugodtál? Tehát te rögtön megnyugodtál? Tehát megnyugvással nem lehet kezdeni. Hát érted? Először ide. És utána. Jó, utána megnyugszunk. Szóval, tényleg, mi volt az első lakásod? Albérlet volt, saját tulajdon, az első lakásotokra emlékeztek, nyilván emlékeztek. Peti, neked te Kőbányára költöztél, azért mert annyi pénzed volt? Nem, azért mert ott nőttem fel, és ott kerestem Kőbányára egy olyan lakást, ahol szerettem lakni. Na, egyébként ott nőttem fel Újhegyén, és ott kerestem, persze, mert ott nőttem föl, ismertem tudom, mindenkit. Tudom, anyukám mondja, hogy olvasta a könyvedet, tehát ő nekem mondja az életrajzodat állandóan. De ugye, hogy benne van? Már nem ez a lakás. Ugye, hogy benne van? Nem emlékszik. Nem, hát hol már, mikor volt. De egyébként, amikor fiatal az ember, akkor nem figyel ilyenekre. Én például beköltöztem oda a Csabi, hogy jó, hát archív koszokat takarítottam. Tehát ja, micsoda? Igen, tehát meg mindenféléket találtam ott a múltjából, bugyikat, mindenféléket. Nem volt múltja. Hát nem engedted neki, hogy múltja legyen. Beköltöztem egy legény lakájára. Szandi, nem volt múltja, csak mi a most múltja. Nem engedted neki, egyikötök sincs múltja, hát csak közös múlt van. Hát megszületettek és rögtön... Szörnyű! De Zoli, nem csak az a múlt, ami viszket. De arra emlékszel? Az már a tiéd, azt nem vett ilyen senki. Pedig és akkor én oda beköltöztem és takarítottam, és tök jó érzés volt, hogy csináltam belőle egy olyan jó otthon, tehát egy ilyen igazi meleg otthon. Tehát úgy belevittél olyan nőies faktorokat, amit a Csaba... Mindent, és azonnal elkezdtem főzni, sütni, és tök jól éreztem magam, és annak ellenére egyébként, hogy olyan sötét volt a lakás, ez egy ilyen belső udvaros hátsó részen lévő pince lakás volt, hogy nappal is égetni kellett a villanyokat, hogy lássuk egymást. És emlékszem, ott annyira, egyébként jó fejek voltak a körülöttünk lévő lakók, de hát emlékszem arra, amikor tököt reszeltem a konyhában. Szegény Csabi. Akkor készült a Jódli című dal. Ezt megzenésítem. Megmutatom. Jó, mondjuk ez a tök. Ez a tök, igen. Hát egy egyáltalán nem úgy néz ki. Ez a reszelő. Eléggé hasonlít egymásra a két dolog. Képpen történt a dolog. Tehát a konyha ablak, és a belső udvarra nézett a konyha ablak, és nyitva volt, mert meleg nyár volt. És soha nem kellett elképzelnem. Ez a Csabi? És egyszer csak a hátam mögül a színpadon kornyikáljál te! Ilyen szomszédaitok voltak? Nem, jó fejek volt, ez valami. Ez nem úgy nézett. Szerintem még volt sötétben a lakásban. Zoli, te még nem beszéltél a tiédről. Hát arról nem sokat érdemes. Az első, amikor elköltöztél otthonról. A devizahitelest mond. Hát csak az van, te hülye. Hát előtte csak volt. Nem, de előtte a Buternál húztam meg magam egy olyan 400 évig. Mert mindig mondta, hogy most elkezdnék nem, mert nem, inkább elszórom a lét. És akkor egyszer csak, na jó. És egyszer csak, egyszer csak a volt feleségem, ki gyermekemnek édesanyja, ő addig erőszakoskodott, hogy van egy ilyen kis lakás, azt abba akkor oda költözünk. Tehát nem akarta, hogy az anyukához szülje meg a gyerekeket. Igen, nem, és akkor oda mentünk, és ez a Szentendre jut. Akkor 413. A Szentendrei útra oda költöztünk, és akkor onnan utána meg lett egy kutya, és mondta, hogy én nem viszem le a kutyát sétálni reggel, mert az szörnyű, a föl kell kelni. Akkor megyünk egy házat. És akkor felvettem egy kölcsönt, hogy vegyünk egy házat. Mi volt az a Szentendrei utas? Az első. A Szentendrei utas, az egy ilyen panel. Az sima panel volt? Igen. Volt olyan, hogy bármelyik költöknél az első lakásotokat szégyeltétek? Nem tudom, hogy rendeztétek. Ja, nem, én a mostanit is szégyellem. Tehát Nem, abszolút nem szégyeltem. Én úgy csináltuk meg, hogy... Patika volt. Persze, hogy patika volt, én persze. Nem, én egyébként tényleg, nekem az az egy kikötésem volt, hogy fehér szőnyeg legyen. Igen.
És minden után, amikor meglett a lakás és kész lett, az összes haverom minden hétvégén jött hozzám bulizni. És mondtam nekik, hogy figyeljetek, légy szíves, ne igyatok, főleg a szobában, ne. Főleg az első, és az első buliba képzelek, kiöntötték a vörösbort. Oh. És így dörzsöltük, így kefével éjfélkorra. De nem jött ki. Ez olyan, mint a Jódli. Nem jött ki belőle. Nem, itt vége lett rögtön a bulinak, felkapcsolták a villanyt, híradót le. Szúj, óvoda. Nem lett vége. De miért? Akkor abban a korban az is buli. Ott van egy vörös volt, csak tudod, átfestem akármilyen. Tehát újonnan hozta, így hozta a szőnyeget haza. Hát basszus azért. Féltettem a lakás, szőnyeg, mondom, nehogy kijön, csak egyből kijöntek. Azt a kőbányai túrót féltetted, hagyjad már. A patikádat. Tudod, milyen jó volt az a lakás? De azt nem látják a vevők, hogy milyen bent. Föltöd, mit tetszik élni, patika, érted? Mutathatod, ügyeletes. Megint egy olyan kérdés van bennem, a Szandinak nem teltek föl, hogy ki aludtott először az első kégliben? A haverom. A vörösboros? A vörösboros, aki mindig, nálam mindig ilyen 10-15-en voltak. És te a haverod, minden. Dombi, nálad ki aludt először az első kégliben? Nálam is haver, de nálam volt benne egy csavar, az, hogy én rettetesen rossz kézügyességű vagyok, béna, nyomi. Technikát. És mindig megkértem egy-egy havert, hogyha ott akar aludni, akkor rakjon össze egy-egy bútort. Ó! Oh. És volt, aki összerakta az ágyat, ha aludni akart, a szekrényt, ha pakolni akart. És kedves ötlet. Nálunk miért, nem jó? Lett volna semmi kész, az biztos. Zoli, nálad kézenfekvő? Hát mivel ugye a volt feleségével vettük meg a lakát, ő aludtott először. Ne haragudj, már másikat vittem oda. Van-e olyan bútordarab, Peti, nem tudom, mi lett a sorsa a fehér szőnyegednek, van olyan bútordarab, amit a mai napig magaddal viszel? Á, nem emlékszem, hogy a... Semmi? Vagy lakberendezési tárgy, vagy bármi, ami az a legrosszabb érzés, mindig gyűlnek a tárgyak. Én mindig megpattanok, és teljesen üresen kezdem. Én vittem a Csabihoz a gyerekkori bútoromat a szobámból. Na, mi? És nem aztán mondom. A lányunknak évekig az én gyerekkori bútorom a szobámból volt az ő bútora. Tehát a Csabinak, a popstar Csabi lakásába elvitted a kis gyerekkori baldainos ágyadat? Elvittem a gyerekkori ágyadat. És az, ami ott volt, azt kitettétek, vagy mi? Nem, hát nem volt ott nagyon sok bútor, és vittem még, hogy legyen. Amiben most laktok, az kitekinti véglegesnek, tehát hogy az a végállomás. Hát minket már innen visznek el Tepsiben. Te mit látnál magadnak véglegesnek? Milyen volna? Gyorskocsi. Kicsit rendezettem. Tehát, hogy mondjam neked? Mondj egy helyszínt, mondj egy típust, házlakást. Helyszín mindenképpen Óbuda. Azt annyira megszerettem már, mint te Kőbányát. Óbuda. Ott inkább egy ház vagy egy jó lakás? Ház, azért, mert hogyha kutya van, kutya, és kutya, hogyha muszáj, hogy legyen. Tehát mert nagyon hozzá nőttem. Az csak egy ház. Most egy kis francia buldogon van Borika, aki viszont föl tud ugrani a fejem tetejére. Tehát olyan rugói van, hogy kosárlabda center tudna játszani. De őt is olyan jó, hogy csak tudod, ki kell engedni. Tehát, hogyha nem az van, hogy reggel 5-kor, vagy 6-kor séta. Hát ez az meg... a ház az, ahol egy műsorban egyszer főztél nekünk, és ott voltunk nálad, és volt két kutyád. Igen, nyilván, hát én nem váltogatom 4 akkor percenként a házat. Akkor a kutyával aludtál először a házban, az biztos. Nem. Neked fontosabb volt a kutyád, mint a feleséged, én látom. Hogy mondod? Igen. De nem igaz. Hát mi annyira szeretjük a házunkat, hogy 21 éve lakunk benne, és mi mindig megünnepeljük a házunk születésnapját is. Komolyan, de én nagyon lehet szeretni. Az a durva, hogy 29-én költöztünk be a házunkba, és minden évben még tortát is sütök. Az a durva, megünnepeljük a házunk születésnapját. De és miért megdobáljátok az oldalát torta? De tényleg, hogy? Hogy egyetett meg a házzal azt a tortát? Például lehúzod a WC-t, megette. Hát igen, azért sűz tortát, hogy lehúzd a WC-t. Megette. Köszönöm szépen. Tényleg, és mindig megünnepeljük, és annyira szeretjük a házunkat. És ő is szeret titeket? Igen. Hol laktok? Óbudám. Harmadik kerület? Igen, de nem, én a Zoli... Óbuda gettó, ő pedig a Óbuda üzén. Na jó, jövünk vissza nem sokára a reklám után, mert úgy gondoljuk, hogy nem telhet el adás 2019-ben még egyszer Greta Thunberg nélkül, és arról fog majd beszélni, hogy befejezte most itt a nagy klímakampányát, meg minden, és kirakott egy posztot, utazott hazafelé, hogy a túlzsúfolt német vonatokon, ott a bőröndök és a táskák hegyén hátán, és a között ülve megy végre haza Greta. De kiderült valami, és ezt majd elmesélem nektek a reklám után, hogy ez lehet, hogy mégiscsak egy ilyen PR történet, és hogy nem vált-e hitelessé, ami drága Grétán. Ez ő? Igen. Jó néz ki. Igen. Tudod ki ő? Greta.
Gréta Garbo. A reklám született fel, felhasználjuk arra, hogy Petinek elmondom, ki Gréta Thunberg, és jövünk vissza ezzel egy pár perc. És itt vagyunk. Petinek elmagyaráztam, hogy ki Gréta Thunberg. Amúgy itt van Szandi, Kabát Peti, Gangsta Zoli és Dombi. Szóval az idei ősztél az olyan volt, hogy nagyon nem mulhatott el adás Gréta Thunberg nélkül. Most már képben vagy ki, Gréta? Thunberg, igen. Thunberg, itt van Gréta. Ő svéd, igen. Dán. Na mindegy, igen, tehát mindegy, nekem ő itt abszolút a kabalám. Ne fogd meg. Visszakanyarodva a kabalákhoz. Visszatessék. Szóval, és sokat beszéltünk arról, hogy milyen PR gépezet állhat itt a svéd klímatüntető mögött, mert tényleg hát egy nagyon-nagyon aranyos 16 éves lány, aki aztán megmondja a politikusoknak, megmondja az iparnak, megmondja az előző generációnak, hogy mit rontottatok el, és a fél világ szereti, a másik fele annyira nem. És most egy nagyon-nagyon érdekes posztot jelentetett meg, gyakorlatilag egy képet arról, hogy ő utazik haza, és ezzel a kommentel tette ki: utazás túl zsúfolt vonatokon Németországon keresztül, és végre úton haza. Itt látjátok őt. Gréta Thunberg. Igen. És látjátok. Azt mondom, hogy egy kis kézitáskával jött el. Tehát én úgy szoktam menni Amerikában, hogy hát igen, azt tudnotok kell, hogy például amikor elment New Yorkba, akkor ő nem volt hajlandó repülőre szállni, mert az károsítja a környezetet, hanem akkor egy vitorlás hajóval ment át a tengeren. Tehát ő környezetudatosan igyekszik utazni is. Na, szóval ezen nagyjából úgy néz ki Gréta, mint a célközönség, egy picit ilyen hipsteres, ott van a hátizsák, mindenféle pakkok, meg minden, és hát ugye néz ki ilyen grétással a semmibe. Ilyen grétás. Nézi a nem tudom mit. A tájat. Kifotózta. Mi? Kifotózta. Hát van egy stábja, van egy slepje, vagy nem tudom. Komolnyi. Ott vannak a bőrödbe. Szóval így most lezárult neki is a szezon, ez itt az év vége, utazik haza, és úgy vagyok vele, hogy tényleg, hogyha én is ilyen vagyok, akkor basszus, ez a Gréta, ez még itt is ott ül a földön, és nem hisztizik. Nézi, hogy az a vonat miért jön szembe, és a váltó. Elrublott a váltó. Na de várjál, ehhez a képhez aztán a Deutsche Bahn, azaz a Német Vasúttársaság szintén néhány hozzáfűzni valót kitett a Twitterre. És ezt most idézném nektek. Kedves Gréta! Köszönjük, hogy minket, vasutasokat támogatsz a klímaváltozás elleni küzdelemben. Örültünk, hogy szombaton a 74-es ICE vonatunkkal utaztál, és mindezt 100%-os ökoenergiával. Még szebb lenne azonban, ha arról is beszámoltál volna, milyen barátságosan és szakszerűen szolgál ki téged személyzetünk az ülőhelyeden, az első osztályon. Hoppá. Erre jött ez a válasz. Aztán kiderült, hogy állítólag egy útszakaszon volt, ahol nem volt ülőhelye, és akkor készült. Már nem környezettudatos, ha ugyanannak a vonatnak az első osztályára vett jegyet? De, attól még környezettudatos, szerintem környezettudatos, csak nem csóró. Nem, itt az a probléma, ezt akarom veletek megbeszélni, hogy ez most egy image kérdés volt-e, amikor egyébként majdnem az egész utat első osztályon kattogta végig, nem tudom meddig. Véletlen nem azt fotózták le. Ezt a pillanatot. Pont a WC-nél, amikor kipakolta a cuccot, ott fotózták. Az aljasok, az aljasok. Miért a WC ott van, amikor átjársz? És hát gondolj bele, tehát azért a kép ez meg van szerkesztve. Tehát ott ül Gréta a földön, akkor a slepjéből még a Sven is oda tette a hátizsákját, érted, hogy legyen egy nagy torony. Ennyi pakja nem lehet egy 16 éves lánynak. És hova viszi? És hova viszi haza? Hova viszi ezt mindent? És tényleg ilyen... Ennyi műanyagot. Egyébként igazad van, ennyi műanyagot. Az ott kínai alul, ugye? Azért buta, mert hogyha ilyet csinál, akkor ebbe bele lehet kötni, tehát akár így, hogy mennyi műanyag, tehát hogy hát még akár a műanyag is. Lebomló szatyorban szálljuk. De maga az, hogy ez megint... Mert lebomlik a szatyor, azt a cucc meg ott marad. Rengetegen... Bocsánat. Nem, semmi, csak hogy... Semmi gond. Csak hogy ugye nagyon sokan találgatták azt, hogy Grétának milyen PR gépezete van, és ő gyakorlatilag már ezeknek a tanácsait, és pontosan erről ilyen van szó. Ez ilyen kamu, én nagyon nem szeretem az ilyet. De most csalódtál te Grétában? Te sose rajongtam érte különösebben, de azt gondoltam, hogy igen, tehát ez már itt, ezt a kérdést inkább tovább dobnám, hogy itt veszti a hitelességet. Tehát például, hogyha mondjuk ehelyett egy olyan fotó kerül ki, hogy a Német Vasúttársaság első osztályának kabinjában éppen utazik Gréta, egy üveg Moët Chandon pezsgővel és egy homároló kilóg a szájából. Akkor én azt mondom, hogy ez menő. Akkor,
Az jobb lett volna? Az jobb igen. lett volna. Igen, én azt mondtam, hogy ez menő, úgy a laptop ki, ez nem menő. Így van, menő, ez így nagyon image romboló. Hát az üzenet az benne, hogy túl zsúfolt? Mert erre de hol van egy ember, nem látok. Ez egy image kép, Dombi. Ez egy image kép, hogy az, amit én mutatok a közönségnek, és mutattam az elmúlt évben, az ebben a képben is abszolút oldalhelyes. Tehát ő szól néz neki a rajongói, meg a követői értem, számára, de... a homárolóval a szájában. De nem szoktak, nem szoktak ekkora hibákat elkövetni. Hát, ha egyszer tudva levőleg, megcsinálta volna ő azt simán, hogy nem vesz helyegyet, hanem tényleg így utazik. De ő egy abszolút mindenki figyelmének a keresztüzében van. Tehát miért csinált volna, hogy vesz jegyet, be is azonosítja magát, uh-huh. hiszen pontosan vágták, hogy hol ült, és akkor kiült egy kép miatt. Tehát ez tök amatőr. Szerinted ez mi? Véletlen? Kamu. Valami nem stimmel az egész sztoriban, szerintem. Az egész sztoriban ez ugye a saját posztja. Az egész sztoriban egy valami nem stimmelhet, hogy az ő tanácsadója azt mondták, hogy Gréta, most tök jól nézel ki, jók a fények, nézzél szomorúan ki de a tájra, ami majd tönkremek 20 év múlva. Bocsánat, ők elismerték, hogy tényleg ültem amúgy az első osztályon? Nem, elkezdett hebegni, habogni válaszként, hogy hát igen, valóban ültem az első osztályon, de volt egy olyan szakasz, amikor nem ültem. De mi? Bocsi. De ez aztán a visszavágás. Én sokat utaztam vonaton, de nem emlékszem olyan, hogy ha van helyed, akkor bizonyos szakaszoknak ki kell ülni a folyosón. Takarították a székét. Igen, mert leesett a homár a szájából, kiesett a homár. Homár is ráütötték, és domperinyont. Addig legyen szíves kiülni. Addig legyen szíves átfáradni oda, és ott helyet foglalni, jó? Nem, ez úgy a fénykép kedvéért, pontosan. Ez úgy lehet, hogy amíg felszeljük önnek a homárt, addig üljön ki a WC mellé az összes podgyászával. Igen. Ez teljesen logikus. És podgyász, és csináljatok egy selfit. A következő pillanatban ott a bőröd fölött megjelent a fej. Kész a homár! Gondoljátok bele, mennyi időbe telt, míg azt ott mindent elrendezték. Valahol el kell rakni a bőröndöt, míg az összes bőröndöt odapakolták, elrendezték a fény. Igen, hogy éppen most alagútban megyünk, most ne fotózunk, mindjárt kijövünk. De már mennék vissza a homáromhoz! Nagyon egyszerű, lehet, hogy azért jött ki az első osztályról, mert szarok voltak a fények. Ez... Fotó szempontból mindent megmagyarázott. De milyen érdekes, hogy egy ilyen fotóban mennyi sztori van, amit most előadtatok, zseniális. Maradjunk egy picit az image kérdésre. A klímahiszti Gréta... az valós dolog, a klímahiszti. Hát én is mindig hisztizek, hogyha a klíma b**k ott van. Ez teljesen rendben van. Abszolút. Beszéljünk egy picit az image kérdésre. A Grétának nagyon fontos, hogy ő így mutatkozzon, hogy slamposan ott ül és néz ki, neki nem jutott hely. Ráadásul nem az ablak felé, hanem az ellenkező irányba. Ott van mögött a WC, nem látod? Jöjjön az... már ki az a csávó. Lehet, hogy igen, hogy vár valakit, igen. hogy fejezi már be. Beszaludtál, Pityu! Lehet, hogy foglalt a WC. Nem, ez a... Azt lehet látni az arcán, hogy még fél perc, ha nem jön ki, b**arok. És a következő például kinyílik az ajtó, és plutónium felhőt ott. Na, egy picit beszéljünk rólatok és az image-ről. Peti, egy magyar focista. Egy Cristiano Ronaldo nyilván megengedheti magának azt, hogy egy Bugattival nyomjon. A magyar focista azért mégse az a szintű játékos. Te megengedheted-e magadnak azt? Hogy Bugattival járkálja? Nem, most nem az, hogy anyagilag, hanem imidzsileg. Nem, ilyen modellautóval. Tehát hogy ugye szidják a magyar focit meg, te megengedheted-e magadnak azt, hogy mondjuk egy Lamborghinivel menjél végig az Erzsébet hídon? Figyelj, nem mennék azzal végig. Miért nem? Azért, mert nem ilyen vagyok. Bérelni lehet. Te nem vagy ilyen, nem, vagy nem vagyok tartasz ilyen. Attól, hogy megköpködnek. Az engem nem érdekelne, az nem érdekelne, hogy megköpködnek, azzal nem foglalkozok egyébként. Viszont én világ életemben, tehát amit én összefociztam, én arra vigyáztam. Tehát én soha nem herdáltam el például a pénzemet, én nem jártam kaszinóba, és megvehetném, mert most az nem, igen, nem de, titok. De nincs meg... ebben egy olyan, hogy egy magyar focistának mégis csak szerényebben kell élnie, mutatkoznia, mint egy... Azt nem mondom, hogy szerintem, hogy szerényebben kéne élnie, de az, hogy most felvágjak, hogy én Lambóval megyek az Andrásin, én nem ilyen vagyok. De kire gondolsz a Gyugyákra? Nem gondolok én sem. Én... De hát nyilván őre gondolt. Várjál már, nem. Én mondtam a Lambót. Bocsánat, nem mindegy milyen márkájú, 5 perc után is belerongyol valamelyik hídfőbe. Hát most addig... Nem, én nem a Gyugyira gondoltam. Abszolút. De ő visszafogott. Egyébként, Peti, biztos fogod tudni, név nélkül, milyen autók vannak jellemzően az NB1-es focistáknál? És utána nevet is mondja, légy szó. Ne, az igazság, hogy... Mondjál már egy pár autót. Lacimet is kérek.
tudni megnevezni a kocsikat, hogy név nélkül. Van az a de fekete? Nem, majdnem minden klubnál már van szponzorautó. Tehát általában azokkal járkálnak, tehát Volkswagen, vagy Audi, vagy BMW, és azokat kapják. Egy csomó focistának már nincsen saját autója, hanem kapja. És neked van olyan? Nekem is céges autóm van. Újpest is kap vagy. Autót, és nekem... És ezért nem vettem például magamnak új kocsit, mert kaptam mert akkor nincs most... Lé. Meg nincs lé, mondja az egy. Igen, de te egy ilyen kisebb középkategóriás autóval jársz, egy ilyen nagy focistának, mint neked nem volna... Akkor menjek Lambóval? Nem az, hogy Lambó, de hogy... Mit tudom, attól a cégtől nem kérhetnél egy nagyobbat. Tehát, hogy egyszer imidzsileg nem mutatsz jól a körúton abban a... Egyébként van ebbe valami, amit szerintem mondasz, de... nincs rá pénz, mindjárt mondja. Nem az, hanem hogy annyira ez ajtós autós státusz szimbólum, hogy milyen mibe jelensz meg. Vagyok, és soha nem értettem ezt. Teljesen, én sem ilyen vagyok, amit most ezt úgy mondtam, ilyen vagyok. A-ból B-ben, hogy teljesen mindegy. Hova mész az A-ból B-be, az hány ezer kilométer per hét, és hogy mennyire van szükséged, tehát milyen autóra van szükséged, ahhoz, hogy biztonságban. Most az autó egy példa volt, én az image-ről próbálom. Igen, de egyébként nagyon sokszor, bocsánat, nagyon sokszor gondolkoztam azon, amit te is mondasz. Tehát, hogyha én megtehetem, hogy most vegyek egy tök jó kocsit, és most vagyok mondjuk 40-valahány éves, akkor miért ne vegyem meg, hiszen egyszer élünk. És nem ilyen vagyok, hogy én veszek mondjuk 20 millióért egy autót. Alapvetően szerintem az a legjobb, hogyha az ember a megérzéseire hagyatkozik, meg az, hogy neki mi a fontos, és hogyha valakinek fontos, hogy nem tudom milyen autóval, és meg tudja tenni, akkor tegye meg. Igen, lehet, hogy de én például ismerek olyan rockzenészeket, akik azt mondják, hogy basszus, én vehetnék csoda autót, nem teszem meg, mert félek, ugye ők a rock műfajban dolgoznak, hogy a közönség elfordul tőlem. De ettől elfordulna. Ez az ő fejében van, érted? Zoli, egy gangster rapper, hogyan? Simán. Nem, hogyan kell, hogy éljen Magyarországon? Ja, az a nagyon nagy dolog, hogy semmilyen trendet nem kell követni. Nem kell törődni semmivel, tehát nem kell valahogyan élni. Úgy találtuk ki magunkat, és ez még annak idején a Shy Guys-szal. Emlékszel arra a zenekarra? Az is benne lobogtak az ingek. Beretvált melyik a kasok, és lobogtak az ingek. Ez az a koreográfia, ilyen volt neki. És ővel együtt léptünk valahol föl, és mi ott a nagy trehányba, cigizés, pia, és mondják, hogy nehogy lássák, mondom, mindenhogy lássák. Hát nekünk be van írva a szerződésbe, hogy nincs nyilvánosság előtt dohányzás, alkohol fogyasztam. Mit találtátok ki magatokat? Például, én például a nyilvános helyen vagyunk, engem egyáltalán nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá. Tehát ha én attól jól érzem magam, na ez az, hogy nem kell megfelelni. Nem érdekel, igen, hogy de mi úgy találtuk ki a saját imidzsünket, hogy azt jön, amit akarunk. De igen, de hogyha mondjuk rátszakadna a nagy pénzes zsák, akkor ez a csikánó... Akkor nyilván menősködnék. Igen? Ha persze. De én ezt be is vallom. De kacsalában forgóház, izé... De egyből, és elherdálnám az egészet. A felét azt piára, nagy autókra, és fantasztikus... fényűzésre költeném, a másik felét meg elherdálnám. Mondjad, Peti, bocsánat. Úristen, mondjuk nekik a feleséged borzasztó. X milliárd. Te vennél egyből egy Lambót, vagy valami? Bármit, hát akkor egyből el kell szórni, nehogy már kicsi. De miért kell szórni? De nem észre, mert nem, az nem, ez nem én vagyok, ez a félreteszek, gondolok. De miért kell tudod, van a hangya meg a tücsök. Hangya az gyűjtöget, és télen ugyanúgy csak érted, ugyanúgy mint nyáron, csak van ez a kis egy falatkája, ami nem tudod. A tücsök az egész nyáron. és utána a tücsök oda megy. És télen meg a tücsök oda megy a vonójával, a hangyához, és hangya, adjál már valami kaját, ha megdöglik éjjel. Akkor, ha neked van egy párod, akivel együtt élsz, akkor az a hangya, te meg a tücsök? Nem, akkor ő a tücsökné. Én meg a tücsök. Én meg a tücsök, ő meg a tücsökné. És akkor együtt erdáljátok, ez nagyon szép. Ez nem, szóval hadd mutassak nektek egy képet, ami nagyon-nagyon idevág. Ezt nézzétek meg. Tessék, oda van írva a Metallica rajongója, mellette a Metallica énekese. Ez zseniális. Ez az, amit szoktam mondani, ez hogy zseniális. A nagyon vagány, izé a legnagyobb papucs férje ez a valóságban. Ez James Hetfield, a Metallica. Hát, hogyha lenne feleségem, akkor lehet, hogy az lennék, de nincs. Szóval itt nagyjából ez a, tudod, az image is megfelelően a rajongóknak, a csávó ott van egy ilyen kockásgatjában, papucsban, és egy Armani zacskóval a kezében. A Metallica énekese, és így a rajongója. Ez gyönyörű. Na jó, Dombi. Ez tipikus, szerintem. Image kérdésben találtunk egy igen furcsa dolgot veled kapcsolatban. Téged. Igen, téged. Ezt megmutatnánk, jó? Ez egy videoklip. Nem áll! De. You're in my mind.
Tetszik? Csoda, nem jutott szó. Én Zoli arcát nézem. Várom, hogy mi fog kisülni belőle. A refén. Semmi nem fog kisülni belőle. Akkor baj van. Mi sül neki belőle? Ez nagyon helyes. Ez olyan, mint az a kigyúrcsába, akit a szigeten fotóztat, hogy így játszik át. Hoppá! Ugye jól ott meg. Na, ennyit mutatnánk Domiból, ami felvett kérdéseket. Mert ugye te valami sokoldalú vagy, hát ugye nyilván van stand-upos, könyvet írsz, édermester voltál. Hogy amikor ezt csináltad, akkor te azt gondoltad, hogy most kihasítok egy szeretet a poptortából is, és meglátjuk, mi lesz? Vagy... Nem, dehogy is, véletlenül se. Ez egy műsorhoz készült, ez egy vicc volt, ami aztán önálló életre kelt. Ez egy f***ság volt. Egy paródia. Pont akkoriban volt, ez 3 vagy 4 éve volt, amikor mindenki boldog-boldogtalan, iszonyatosan primitív zenéket csinált. És akkor kitaláltuk egy páran, hogy legyen angolul, legyen benne love, peace, unity, butterfly, hülye klip, tengerrel, f***ságokkal. Ez egy műfaj paródia? Ez az volt, persze. Mert én azon gondolkoztam, hogy miért nem vállaltad legalább fel a tátogást, hiszen ez te énekled, ugye? Igen, de ez teljesen felesleges ez volt. Énekled. Ez egy poén volt. Igen. Ennek a dalnak az ős bemutatója az rádióban volt, a Klassz FM-en reggel. Hát igen. De ők is hülyeségből? Persze, nyilván. Hát ők is benne voltak a játékban. Én komolyan vettem. Tehát azt nem értettem, hogy miért nem tátogsz, és miért húzod az unikornist magaddal. És az volt a benyomásom, hogy megcsináltad, hogy bevállaltad azt, hogy még lehetek popstár is, de azért nem vállalom fel teljesen. Tehát, hogy ha bejön, akkor baromi jó, akkor utazom azon a vonaton is. Nekem ez volt a benyomásom erről. Dehogy is, hát ez egy viccnek, egy hülye viccnek lett számva. Aztán mindenki lépten nyomon ezzel talált meg, hogy mi ez a szar. És utána, amikor elkezdtem... és ki a fene gondolná, hogy még évekkel később is előkerül valahol? Kérdezem, akkor most hogy érzed, hogy sült el a vicc? Csak ezek után. Hogy senki nem azt fogta fel, aminek én szántam, hogy ez egy poén, na, hanem hogy ezt csináltam valamit, ami szar. Aha. Hogy ezt akartam hallani. Hol van, aranyos volt. Ezt felhasználtuk. Tök aranyos volt, igen. Ennek akkor sem volt értelme, meg most se. Mennyi ilyen dolog van az én életemben is, hagyjad meg. Be kellett volna avatni több embert szerintem abba, hogy ez egy poén. De azt te is tudod, a poénról elmagyarázni, hogy poén, amikor az már nem szólsz senkinek, és igen, hogy a haverod csak játssza a hullát. És mennyi pénzbe került ez az egész, és egyáltalán megérte? Hol van? Édesem! A megérte, az sosem kérdés igazából. Hát a tínédzser Lamour megérte. Ezt nem ezért csináljuk, tehát hogyha valaki poénból csinál valamit, akkor ez nem a pénz számít. A poénból csináltad a tényleg? Egy pici kamerával csináltam. Csak az ember azért mérlegel, hogy most akkor van értelme ennek az egésznek. Értelme, megint előkerült ez. Én nem üzleti alapon csinálok mindent feltétlenül. Szórakozásban. Jó van, cuki voltál, na. Na jó. Van egy felemelő témánk, mert hogy 2019-ben ünnepli Szandi 30 éves pályafutását. Így van. Az a durva, hogy 30 éve énekel, 25 évig lakott egy lakásban, és még mindig csak 20 éves. Igen. Egyre abszolút. A refekbe jön ez össze. És 50 éve van együtt a Bogdán Csabival. Na most 30... a YouTube-on belenéztünk abba, hogy hogyan tolod mostanában, és találtunk egy ilyen jubileumi fellépést. Rögtön tovább dumálunk, de először ezt nézzük meg. A jubileumi koncerten. Ez is egy picit ilyen imidzses
témakör lesz, mert én azt vettem észre, hogy gyakorlatilag, és ezt most bóknak szánom, hogy igazából te 30 évvel később is pont ugyanazt csinálod, mint amikor, nem tudom, 13 éves, 14-15 évesen ugye toltad ezt a fenyőbe, csak mondjuk nincs rajtad svájci sapka. Már megváltozott, azért 30 év alatt én is megváltoztam, meg az előadás módom, a kommunikáció. Elveszett a svájci sapkád egyik. Sokat változtam. Egyébként képzeljétek el, a svájci sapkát egy koncerten kidobtam, a nagy buli hatására. És nem dobták vissza. Már 5 éve megbántam, és nem kapom vissza. Vele lehet kapni ilyet. Nem adják. Hát oké, de az eredeti sapka hol. Volt. Igen. És már repült, és már repti, gondolt, te hülye vagy. Ugye ezek a svájci dolgok, ezek ilyenek, ezek elfállnak gyorsan. És nem kaptam vissza. Igen. Na mindegy, szóval azért 30 év alatt meg mindegy változó. Bocsánat, ezért lett imidzsváltás, mert konkrétan nem jött vissza a sapka. Én meg úgy érzem, hogy ilyen nem volt nagyon imidzsváltás. És ezt akartam tőle, hogy ez a változatlanság, ez belőled jön, vagy egyszerűen kockázatosnak tartod valamit tök mást magad? Valamilyen szinten van változás, de még sincs. De mondd, tehát megérte? Azért ugyanúgy. Meg. Szóval az a lényeg, hogy én a 30 év alatt azért rengeteget változtam, és most már tök más vagyok egy koncerten. Ugye, aki nem kíséri figyelemmel az előadásaimat, az nem tudja, de azért az, aki meg nem, hát az meg azt hiszi, hogy... Gábor is jól észrevette, tök más vagy, mondta, hogy tök teljesen ugyanaz. De változtál idővel? Hát sokkal. Általában az szokott lenni, hogy akik nem járnak a fellépések, és illetve nem láttak még a színpadon, akkor azok elképzelik a kislányt, hogy kimegy a pöttyös ruhában, és a tínédzser Lamurt a mai napig azon a kislány hangon énekli, hogy tínédzser Lamur, igazi ti. De a tínédzser Lamur, főleg a nyugidokit, én nagyon szeretem a rockzenét, és a rockzene valahol beleépült a mai zeneiségembe, és a zenekarral is már nem csak a saját dalokat dolgoztuk át egy kicsit rockosabb verzióba, és nagyon szereti a közönség, hanem már szoktam, mondjuk a Tina Turner-től a Simple the Best-et szoktam énekelni, vagy pedig a Lady Gaga-tól feldolgoztuk rockba melyik dalát? Rám, ne nézd, mert én nagy gagás vagyok. Paparazzi. Hatalmas gagás vagyok. Baby, I was born away. Baby, I was born this way. És úgy kiállások, ami most nagyon jó. Nagyon jó. A Péter rájött, hogy nagyon jó hangod van. Képzeld, énekesnő. Ezzel kéne foglalkozni, nem? És amikor a koncertekre eljönnek, akkor szokták mondani, hogy jé, ez az, tehát, hogy állat... De egyébként, hogy mondjam, erőben tart engem, hogy mindig bizonyítani kell, mindig az van, hogy bár nem kell, tehát itt is ez a kell szó, egész egyszerűen én végig az elmúlt 30 év alatt mindig önmagamat adtam, és ez mindig bejön. Várj, villanakók is itt kezdik. Egy előadó művész azért nagyon sokszor ugye a saját élményanyagából dolgozik, és nálad ez mind kimaradt, köszönhető Csabinak, tehát neked nincs szerelmi csalódásod, te nem vágyakozol senki hát után. Hát azért három gyerekünk van, meg azért van egy pesgő életünk, tehát azért a mi életünk se. Na de pont ezek mindig a Sting mondta egyszer azt, hogy a szerelmes dalok, azok arról szólnak, hogy vagy én szeretlek téged, te is szeretsz engem, vagy én szeretlek téged, te nem szeretsz engem, vagy én szeretlek téged, te más szeretsz. Ezeket te nem ismered. Illetve nem. Az elsőt, igen. De a pesgés meg magát az életet ismerem, az élet nem csak szerelemről lehet dalokat írni, hát annyi minden történik az ember életében, amiről lehet dalt írni, egy érzésről, bármiről. Tehát én például... Elvesztettem sapkám, hogy tyúkok ülnek rajta. Amikor elveszett a papagájom, elrepült, akkor a Fenyő beleírta, az jó, az még a régen volt, amikor kislány voltam, hogy elrepült az élet, akkor is papagáj, nagyon sír. Azért a gettóban micsoda szörnyű dolgok vannak, sapka elveszik, papagáj. Letört a körmöm, ilyen. Ti a Csabi barát, ugye alkotópáros vagytok, ti otthon nem szoktatok ülni a konyhaasztalnál, és arról beszélni. Mert figyelj, ha itt tolod, még 30 évig is itt tolod. De hát 60 évesen már nem lehet ugyanígy, hogy valami image váltás. Én gondolhattam volna 13 évesen, hogy 42 évesen, hogy fogom ezeket a dalokat énekelni. Hogy is milyen kiállításban, de a Csabával dumáltatok erről? Szandi lehet, hogy már... De ez nem volt, erről nem volt szó? Egyfajta tényleg. Én megmondom, miért kérdezem. Hát volt ez szó? Először is mond. Hát ez az, amit például most mondtam neked, hogy hogy ott vagy egy koncerten, akkor azt mondod, hogy úristen, ez ma a Szandi. Én más mondok. Mi kutakodtunk a YouTube csatornádon, és mi találtunk egy nagyon meglepő felvételt. Jó. És nekem baromira tetszett. Ez most megmutatjuk mindenkinek. Ezt nézzétek meg, ezt a szangit!
más. Most nem csak a rövid hal, az egész, hogy ez egy tök más. Olyan rokkos, nem? Aha. Dögös rokkos. 12 húrossal, Csabi? Ura, nagyon szép hangja volt. Nagyon szép hangja volt. Itt a Willy ugyanez, Phil Kona ugyanez van. Gitár kiállítás kurva. 12 húrosnak olyan jó hangja van. Ugye? Hogy ez jól áll a Szandinak. Nagyon király. Jól áll, és tényleg azt ezt csináljuk a Willyben. A rövidhaj nagyon király. Dögös volt a rövidhaj. És, és ez a farmer, a kockásing, az a csizma. Mert tényleg, hát, hogy gityózás van. Meg gityózás, óriási. Húbaszus, iszonyatosan tetszeli. Én annál sokkal színesebbnek érzem magam, mint ahogy ti mondjuk ismertek engem, ti bennetek van egy kép rólam, mint ahogy mindannyiunkban él egy kép a másikról, amíg nem ismerem meg, addig hogy alkotok róla véleményt, vagy hogy mondom el, hogy á, nekem tetszik, nem tetszik. Fogalmam sincs, hogy tetszik, vagy nem tetszik, mert annyira nem is ismerem. Tehát azok a rajongók, akik rendszeresen járnak a koncertekre, fellépésekre, azok ezeken nem lepődnek meg, hiszen ismernek, hiszen tudják, hogy milyen vagyok a színpadon. Tehát ez ott is megtalálható, csak mi... Hát most éppen gitározni mostanában nem szoktam, nem, de, minden ilyen de egész... bármi olyan meglepő dolog, amit az, aki nem ismer, nem gondolna, az van ma már a színpadon, ha eljönnek a koncertembe. Zoli, mi a szerkesztőséggel beszélgettünk rólad. Jaj. Na most te jössz. Igen. És azt gondoltuk, kiveségzünk. Aztán tiltakozz vagy sem, hogy neked, és ezt most tök komolyan mondom, és nem csak azért, mert most így vagy felöltözve, neked baromi jól állna egy swing lemez. Egy olyan, amit mondjuk a Robbie Williams csinál. Egyébként a Kártelnek, a rap bandának van egy olyan műsora, hogy ilyen jazzes alapokra van helyezve az egész. A kutya p***zás, már bocsánat, az ugyanúgy megvan szövege. Énekelni tudok-e? Uh-huh. Hát ez jó kérdés. Valamennyire biztos, hogy tehát nem úgy, mint a Szandi, vagy nem úgy, mint egy képzett énekes vagy énekesnő. Akkor nem énekel. Jó, de mert most például az új lemeze, nem tudom, már én hoztam neked belőle. Tudom, amikor, basszus, még nem hallgattam. Még nem hallgattad, meg szégyeddel magad. Ott van a legutolsó dal, a hegyeken innen túl a vizeken, az egy kicsit kakuktojás nóta, ez egy replemez, egy abszolút gangster replemez, de van egy szám a legvégén, a hegyeken innen túl a vizeken, amit a Willyvel csináltunk a gitárosommal ketten, és pont erről beszéltem a Szandival az előbb, amikor volt egy kis szünet, és most pont ezt a felvételt szedted elő, hogy mi a Willyvel csináltunk egy olyan műsort is, hogy ketten én is gitározom, mert én annak annó tanultam gitározni, de aztán én nagyon hosszú ideig nem nyúrtam az a hangszerhez. Ugye dob tanszakot végeztem, aztán meg ugye reppelés, meg mindent csináltam, csak akasztott ember nem voltam. És most visszajöttük az, hogy a Willy adott nekem egy gitárt, és elkezdtünk újra foglalkozni ez a dologgal, és én is gitározok, és csinálunk egy ilyen műsort, ilyen bluesokat, de Kártel számokat is, aha, egy kicsit így átdolgozva, 200 gitárra. Tehát én kísérek, a Villa az nyilván a szólisztikus részeket játsza, meg én játszom az egyszerűbb dolgokat, és én meg hol énekelek is, tehát a bluesokat ott rendesen énekelni kell, és meg hát reppelek is. De látjátok, hogy a beskatujázások világát éljük, vagy abban mindig is ez volt. A hegyeken ide túl a vizeket, ha meghallgatod, remélem jövök majd még ide, ha legközelebbre meghallgatod, akkor mondjál már róla majd egy véleményt. Én nagyon megnézném Zolit. Hát gyertek, és nézzetek meg. Vannak ilyen műsorok. De én tudom, hogy már le van szó. De én tudom, hogy te nagyon jól énekelsz. De Szandi, te tudom, hogy a tesóddal imádtok, de én nem tudok énekelni, és egyszer mondtad, hogy én bármit énekelni, te rám tercelsz. Ja, én nagyon szeretem alapvetően szólamokat megalkotni. De Zolival tudsz ezt szólamot alkotni? Na, énekel kérdezni. A Szandi olyat tercel rád, hogy azt hiszem, te vagy a Queen. Annyit énekeljél. Nyugidoki, csak a szívem fáj. Na, ennyit. Nyugidoki, csak a szívem fáj. Oké, ez most jó lesz, most ugyanez. Jó. Egy, ké, há, é. Nyugi, doki, csak a szívem fáj! Most már csak egy témánk van hátra, és a reklám után folytatjuk ezen, mert minden évben tényleg jóslatok százait lehet olvasni itt-ott, hogy majd erre az évre, hogy általában ugye január elején, hogy erre az évre mi várható. Mi itt sorra veszük azt egy párat, hogy 2019-re mit jósoltak. Ezekből mi az, ami szerintetek megvalósult, és miután Dombi tartotta tavaly is az óév búcsúztató beszédet, én majd megkérlek, hogy ezt picit más formában, de tedd meg ma is, jó? Jó. Jó, jövünk vissza mindjárt. És már itt is vagyunk, 2019 utolsó hashtag bocskorában, tehát nyilván költözünk madár 2020-ra, azért nézzük meg itt
a műsor vége felé, hogy milyen jóslatok voltak a 2019-es évvel kapcsolatban. Egy párat felolvasok nektek, hogy 2019-ben, ebben az évben rengeteg párkapcsolat véget ér. A párkapcsolatok végét egy olyan negatív energiafelhő okozza, amely valamikor 2019 márciusában érkezik Európa fölé, később pedig a világ többi részén is megjelenik. Minden évben vannak ilyenek. Ezt kiósolta? Csernobil? Ez az. Márciusban érkezik? Persze, azért mondom, de ezek mint a horoszkóp, tudod. De a felhő miatt. Nekem, hol megszűnt, aztán újraindult. Megszűnt, újraindult. Van egy konkrétabb. 2019-ben rengeteg áldozatot fog szedni egy hatalmas hóvihar, ami elsősorban az Egyesült Államokban fog pusztítani. A balkáni Nostradamus Baba Vanga, ismeritek? Azt jövendölte, Vladimir Putyint megpróbálják megölni, Donald Trump titokzatos betegséget kap el, majd megsüketül. De ez nem volt, nem? Baba Vanga él még? Baba Vanga él még, úgy tudom, ugye a bolgárasszony. Én nem tudom. Nem él? De ő fiú vagy lány? Nem él itt már. Itt valaki szerint nem él már. Én azt hittem egy hurrikán, hallod? A Baba Vanga? Most komolyan. A Baba Vanga? Hát még nem, Baba. Nagyon finom mexikói specialitás. Baba Vanga. Szóval itt még van persze. Vert puppe. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire higgyek ezeknek, hogy ti hiszitek ezeket. Csak azért, mert én egyszer voltam jósnőnél életemben 18 évesen, szakítottunk azt a Csabival akkor. Mi van? Nem, ezt nem is tudtuk! Halló! Breaking news! Most derült ki! Breaking news! Neki a múltja is Csabi. Szakítottál a Csabival? És újra összejöttetek? Még aznap. Elmentél jósnőhöz. Akkor, de ez olyan nyár elején lehetett, 94-ben, és azt mondta, hogy szeptemberben újra, egy nagyon idős néni, azt se tudta, ki vagyok, 18 éves, vagy szeptemberben újra összejönnek, nagyon boldog házasság lesz, és három gyerekük lesz, és a három gyerekből csak az egyik fogja az önök pályáját folytatni. De ezt a múlt héten mondta. De várjál, Szandi, szeptemberben összejöttetek? És szeptember, október körül tényleg összejöttünk, és 94-ben történt ez, amikor ezt mondta. Vegyük át még egyszer, mit mondott Baba Vanga? Baba Vanga azt mondta, hogy Vladimir Putyint megpróbálják megölni, Donald Trump titokzatos betegséget kap el, amitől megsüketül. Megsüketült a Trump? Nem. Hát miért nem? Végülis nem válaszol. Attól függ, melyik csatorna. Még van pár perce. Attól függ, megsüketült-e, kérdezted. Attól függ általában, melyik csatorna kérdezi. Mert ugye valakire nem válaszol. Ez abszolút így van. Na még egyet mondom, 2019 januárjától meg fognak sokszorozódni az UFO észlelések, és őszre teljesen el fognak árasztani bennünket az idegenek. Na. Én nem láttam még egyet. Senki nem látott UFO-t? Senki? Semmi. Én egy csomó idegenre találkoztam tegnap is. Annyi, be kell mutatkozni nekik, és többé nem idegenek. Várjál, egyet nap, attól, hogy három fejem van meg ilyen, jól napot kívánok. Bármi lehet, igen. Már nem idegen. Semmi nem teljesült. Igen, na az a vicc ezekkel a jóslatokkal, hogy ezeket ugye valamikor elsütik az év elején, hogy senki nem kéri őket számon. Ha beteljesül, akkor meg azt mondod, nézd, a Csabival van három gyerekem, hát igaza volt a néninek. Jó, csak szegény Gyurcsók József volt az első ilyen magyar távgyógyító, és szegény 20 évvel korábban halt meg, mint hogy megjósolta a saját halálát. Ez tényleg így volt, és most az összes ügyfele retteghet, gondolj bele, hát ennyit ért az ő jóslata. Sokan hittek benne, igen. Nagyon sokan. Hasonló a keze Gyurcsók. Ezeket a jóslatokat. 20 éve korábban, mint hogy megjósoltam. Tényleg lennétek jósnőz egyébként? Tehát most gyerekek, én már voltam. Én voltam. De voltál? Én az anyaggyűjtés szempontjából elmentem. Kétfajta jósnál voltam. Voltam egy klasszikusnál, egy hatalmas nagy darab néni feküdt egy francia ágyon egy fekete macskával. Az biztos, hogy jósnő volt. Jósnő volt. A másik az pedig, a madám volt. A másik pedig szoftverből jósolt. Miből? Szoftverből. Van a Nostradamus 1.0 nevű szoftver, de igen. De ez így elveszi az ízét az egésznek. Szoftverből, és azt mondja, hogy tudod, köhögött a nén, ő volt a jósnő. Egyébként egy 20-ast kért, csak mondanám. És mondom, hogy mi... De nem fém. Nem, sajnos nem. Papírfém 20-as. Mondom, hogy mikor tudnák ezt a jóslatot megcsinálni, azt mondja, ahogy feláll a Windows. Így mondta. De amúgy ilyen jósnőköz, hogyha elmész, nem befolyásolja szerintetek az életedet? Tehát, hogy mondja, hogy holnap el fog ütni egy autó, akkor nem megyek ki az utcára, vagy várjál, hol? Várjál, elmondom a sztori végét. Azt mondta a jósnő, hogy adjam meg a pontos születési adataimat, de úgy, hogy óra, perc. És abban nem voltam biztos, azt, hogy bekamusztam. Tudtam, hogy akkor kezdődött a kórház a város szélén. Mert anyám a mai napig mondja, hogy miattam nem nézhette meg, hogy Blazsai doktor megrakta.
te valakit akkor? Mert elindult a szülés. És bediktáltam, és azt mondta a jósnő, hogy mikor vesztette el a szüleit. És én megmondom, hogy hát elindultam otthonról, még éltek. És azt mondta a jósnő, hogy ön akkor valószínűleg tévesen adta meg az ön születési óráját. Na. Egy órával előbbre vettük, és már élt mindenki. Szerintem ezek a jóslatok. Szóval, mint látjátok, a Dombi nagyon nagy barátja az ezotériának, és ezért... Én? Most... 2018-ban engem egy jós fel akart jelenteni, 1 millió forint sérelemdíjat kért. Én az összes ilyen tévés jósnak az életére török. Tehát úgy gyepálom őket, ahol csak lehet. Ezért kérünk meg téged. És az egyik mágus 1 millió forint fájdalomdíjat kért azért, mert a képe alá odaírtam, hogy hashtag És megírtam neki válaszba, hogy ha ön igazi jós lenne, tudná, hogy itt én az ektoplazmára utaltam. Ami a szellemvilág egy elfogadott jele, de olvasson utána nyugodtan. Hát igen, nem, abszolút egyetért. Dombi, pont ezért kérünk meg téged, hogy most ne egyfajta ilyen óév búcsúztató beszédet tartsál, hanem hogy jósolj nekünk. Jósolj nekünk 2020-ra. Bárki, tehát az országnak, tehát amit gondolod, 2020-ra tedd meg jóslataidat, ha vállalod. Mindenkinek? Vagy az országnak? Nem, az ország, amit gondolsz. Tehát nem muszáj ránk vonatkoztatni, lehet az országra. Bárhogy, a világra. Teljesen én minden. Nagyon kíváncsi vagyok. Én már. És viszont ez egy gömbet. Már azt hiszem, jön. Én ezt egy picit... Postál fel a Windows. Jön az adat. Figyelj! Dombi. Én egy picit belezavarnék ebbe, mert ahogy te mondod a jóslatodat, remélem jó hosszú lesz, én random felmutatok neked szavakat, amiket be kéne építeni. Jó. Benne vagy? Persze. Na jó, akkor kezd el, légy szíves. Nem tudom, hogy ez az üveggömböd? Ez egy gömb, nem, csak belenéz. Várjál, már jön is valami sugallat, várjál. Kezdve izgulni. Na. Igen? Azért dörzsölöm. Fia, hogy néz ez a... Hú, ez nagyon rossz hang. 2020, ami évünk lesz Magyarországon, ugyanis 2020. Nehezebb lesz elcseszni a számlákon a dátumot. Hatalmas tűzvihar érkezik a közel-keleti országok felől. Tesla autóval jönnek a migránsok. De lehet, hogy lemezjátszó elnéztem, mindegy Tesla. Tesla az Tesla. Aláfúrják magukat az alagúton, és megérkeznek hozzánk. De Kabát Peti egy személyben megfékezi. De Donald Trump mindenkinek ingyen fésűt oszt szét. Alanyi jogon jár a hidrogénezett haj. Nem lesz több olajválság, mindenki benzint kap. Több szükséglakást adnak át az M0-áson. Hiszen fél Budapest már most is ott él. Nem üti el őket senki. Ülnek a dugóban, de van internet. Sokkal könnyebb úgy a dugót átélni, ha tudunk róla posztolni. Addig ülünk a nulláson, amíg kőolaj tör föl a seggünk alól. Pont akkor fogy a mobil internetünk. A benzinárak azért nem érdekelnek, mert olajválság van. Egy szegény anyukának a fejére esett a benzinár. Többen megpróbálták Teslát tankolni. Black Friday lesz a nyugatinál. Csupa licenszelt árusunk mondja, hogy Boss parfüm nem lopott. Poloskákat helyeznek el ingyen minden magyar lakásban. Lehet dönteni, hogy csíp vagy lehallgat. Van még? Van még. Egyre több nő jár ki már csak kirándulni Dubajba. És visszafele is jönnek. Még mindig részt tudnak venni egy halászléfőző versenyen, ahol isteni fantasztikus pontyot rittyentenek a saját szájuk mintájára. Annyian indultak már az X-faktorba, hogy jövőre nem énekeseket, hanem nézőket keresnek.
Azt látom, hogy 2020 mindenkinek pontosan olyan lesz, ami ennek szeretné. Na, és így... Ugye? Na, a kalappal. Így végezetül én azt szeretném, hogy, és ez már bontom is a pezsgőmet, hogy kívánjunk egymásnak, ahogy megismertük egymást itt, akár ebben a műsorban, vagy máshol, ennek tudatában kívánjunk valamit a következő évre. Elmondom, hogy kikinek. Tehát én, mit tudom én, azt mondod, hogy én kívánok neked ezt és ezt. Ez lehet... Ja, azt hittem, a kikinek kell kívánni. Egy bebét. Kezdené a Peti. Peti, te mit kívánsz 2020-ra a Zolinak? Okos legyél, megkamázzalak. Mit kívánok? Mit kívánsz a Zolinak? Köszönöm, Peti. Azt kívánom, hogy te atlétikus vagy, nem? Igen, Péter. Hogy Zoltán a 2020-ban nyerje meg az atlétikus spanyol bajnokságot. Ezt kívánom neked. Lehet a B-et kérni inkább? Akkor a B-et. Inkább a B-et? Igen, szeretnék B-et. Nem lehet alkudni. Nem lehet itt alkudozni. Ő kívánja. Nyerje meg 2020-ban vagy 21-ben a B-et az Atlético Madrid. Én ezt kívánom. 20-ról beszélünk, de köszönöm. Na, ez gyönyörű volt. Akkor most azt szeretném, hogyha Zoli kívánna 2020-ra Szandinak. Szandi! Szandi! Én azt kívánom neked... Kívánom, hogy legyen meg a sapka! 2020-ra a sapkád mellett önálló életet kívánok neked. Találd meg saját magad, szeresd Csabit, szeresd Csabit! De kicsit szeresd magadat is, és virágozzál. Szeressem magamat is. Igen, hogy úgy legyél már egy kicsit néha külön. De szeressétek egymást, és maradjatok együtt még 140 évig. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. Majd mesélek. Jó. Jó. Szandi, 2020-ra mit kívánsz Kabát Petinek? Okosan szóval. Lamborghinit. Egy Lamborghinit, és hogy vigyél el engem egy körre. Megcsinálom! Megcsinálom! És utána adjuk el, és liszteljük a lét, jó? És felezünk. De azt tudod, hogy valószínűleg megy a Csabi is. Nem, mert ki az nem. Sajnos Csabi nem fér be, mert két. De hát te hátul megy. Ja, én ülök, de hátul. Te jussz hátul. Én most én jövök. Én Csabi helyett viszem az Olit. Én kívánok a Dombinak. Ó, szuper. De nem, várjál, ez is a komoly részét. Kívánom, és ezt őszintén mondom, kívánom, hogy legyen, bővüljön a családod. Mert tudom, hogy erre nagyon vágysz, ezt nagyon kívánom. Kívánom, hogy teljesüljön be a Frigy az unikornissal a strandon. Hát legyen sok kis unikorn. Szerinted miért eresztett le? És még azt is kívánom, hogy talán dolgozunk még együtt, ezt is kívánom neked. Úgy legyen, köszönöm szépen. 2020-ra. Nem, a Dombi kíván nekem. Dombi kíván nekem. De te is kívánsz, de Dombit sorsoltuk ki. Te ne nézz rám így. Fú, mit szabad annak kívánni, akinek mindene megvan? Én kívánok neked egy szerető feleséget. De édes nem, én meg egy szeretőt és egy feleséget. Jó, ez így jó. Jó egészséget kívánok! Erre kocincsunk! Na, Zolikám! Sokszor jöjjünk még ide, azt kívánok! Így van, hát jöttök is! Ja, köszi! Boldog új évet mindenkinek! Tetszik én! Szandi, boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Most már így búcsúzunk, kedves nézők! Boldog új évet önöknek is! És januárban valamikor találkozunk újra a Hashtag Mocskot. Folytatódik! Minden jót, viszontlátásra, jó évet! Egészségeteket!